Köszöntöm a Mosonmagyaróvári Városi Televízió nézőit, önök a Hír Háttér című műsort látják. Vendégem pedig Ivancsics János alpolgármester, akit szintén sok szeretettel köszöntök. Az óvodák továbbra is teljes mértékben a város kezén maradtak, fogalmazunk így. Próbálunk ezzel a műsorral segíteni azoknak, akiknek óvodáskorú a gyermekük. Ugye sok mindent érdemes tudni, elsősorban azt, hogy ugyan van 7 plusz fél plusz egy óvodánk itt a városban, de rengeteg gyerek van, azért gondoltam, hogy plusz fél, mert ugye a Kékcinke óvodának két telephelye van, illetve van egy katolikus óvoda, ugye erre végül is nagy ráhatása nincs az önkormányzatnak. Ugye itt kell elosztani azt a rengeteg gyereket, akik hál' Istennek itt vannak az egyik legfiatalabb városban, Mosonmagyaróváron. Milyen feladatot ró ez az önkormányzatra, egyrészt ugye az adminisztratív dolgozókra, illetve hát a testületre, hogy azokat, akik óvodáskorúak, egyáltalán kik azok az óvodáskorúak, mit kell csinálni, ez, milyen feladatai vannak az önkormányzatnak az óvodai ellátás kapcsán? Köszöntöm én is a nézőket, és hát előjáróban annyit, hogy elég nagy fejtörést okoz most nekünk mind az óvodai, mind az iskolai férőhelyek, beiratkozók száma, és itt nagyon keményen együtt kell működni a tankerülettel, mert ugye nyilván onnan indul minden, hogy az óvodákból hány gyerek fog az iskolákba átkerülni szeptembertől. Itt tudunk egy ilyen körülbelüli számot, ez 415 fő, ugye őket kell elhelyezni az iskolákban. Megvan az elképzelés a tankerületnek egyébként, hogy hány osztályt, melyik iskolában hány osztályt fognak indítani, milyen osztálylétszámokkal. Egyébként ez egy, ha sikerül ezt megcsinálni, tehát így elférnek a gyerekek, akkor tényleg egy azt mondom, színvonalas oktatást vetít előre, ugyanis 25 fős osztályokat szeretnének indítani, mindezt úgy, hogy a Bolyaiban, Hallerban és valószínűleg a Mórában 3-3 osztály, az Újhelyiben pedig 2 osztály indulna. Ugye az Újhelyiben valószínűleg 3 is a létszámot tekintve elindulhatna, viszont nincsen több terem. Tehát sajnos be vagyunk szorulva, és hát ugye nyilván azzal kell dolgoznunk, amink van, tehát az infrastruktúrát hozzá kell tennünk a létszámokhoz. Most ugye, hogyha a 415-öt nézzük, akkor ugye az óvodába ennyi üres hely fog jelentkezni, ezt tudjuk föltölteni. Ugye azt tudni kell, hogy, és hát nagyon sokat beszéltünk erről, talán ez óvárszerte ismert dolog, hogy fiatal városról van szó, nagyon sok a betelepülő, szerencsére a szülések száma is megfelelő, és ez az egész oktatási rendszeren bölcsődétől kezdve az iskolái, középiskolákig végig megy. Ez azt jelenti, hogy az óvodákban is ugye nagyon nagy számban kell gondolkodnunk, ami a beiratkozásokat illeti. Egyrészt ugye van helyünk 415, aki át fog menni az iskolákba, másrészt pedig valamilyen módon majd, hogyha nagyobb lesz a beiratkozottak száma, mint a 415, akkor meg kell oldanunk erre. Hát most jelenleg 2 lehetőségünk van, egyrészt, vagy mondjuk 3. Egyrészt terveink között szerepel az, hogy pályázati pénzből bővítenénk a Lurkóvár óvodát. Ennek a tervei elkészültek, a pályázat beadásra kerül, és hát reméljük, hogy ez mondjuk egy éven belül realizálódhat, vagy mondjuk másfél éven belül realizálódhat. Itt 2 új csoportszoba kerül kialakításra, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy 50 gyerekkel többet tud majd fogadni a Lurkóvár óvoda. Egyébként ezzel együtt, hogy bővítés történik ott, egy felújítás is, a régi épületnek a felújítása is egyben megtörténik, rá is fér erre az óvodára, mert talán ez az, amelyik a leginkább lemaradt a felújításokat illetően. Aztán a másik az, hogy megnézni, hogy a meglévő óvodáinkban a meglévő csoportszobákat, tornaszobákat hogyan tudjuk hasznosítani, esetleg lehet-e osztani. Ez nyilván annak a függvénye lesz, hogy milyen érdeklődés lesz a beiratkozáskor. Hát a harmadik, az már nem annyira pozitív, és ehhez szeretnénk a legkevésbé nyúlni, ehhez az eszközhöz, mégpedig az, hogy ebben az évben, ugye 5 éves kortól kötelező felvenni a gyerekeket az óvodába. A jelenlegi szabályozás szerint jövő évtől viszont 3 éves kortól kezdve már kötelező beiratni és óvodába vinni legalább 4 órás időtartamban. Ez fog jövőre valószínűleg nagyobb gondot okozni. Tehát mondom, ez az eszköz, hogy 5 éves kortól kötelező felvenni, ami a kezünkben van. De hát nagyon jól tudjuk azt, hogy
abban az esetben, hogyha a szülők dolgoznak, akkor nem lehet azt megtenni, hogy nem veszük fel a gyereket óvodába, mert akkor a szülő elveszti az állását, vagy nem tudja elfogadni az állást, amit esetleg kínálnak neki, vagy amit talál. Tehát ez az eszköz az, amihez a legutoljára szeretnénk hozzányúlni. Ez egy tényleg egy ilyen összefüggő, egymással sok mindennel összefüggő dolog, hiszen van az óvodáknak egy körzete, ezt egyébként a város honlapján az óvodáknál meg lehet találni, hiszen az elsődleges feladata az óvodának, hogy az úgynevezett körzetén belüli gyermekeket vegye föl, és ugye ez is sokszor problémát jelenthet, hogy ugye őket mindenképp fel kell venni. Ha meg esetleg módosultak, ugye tavaly módosultak például a körzetek, ha az óvónéni ugye a bátyónak volt, vagy a nővérkének volt az óvónéni, és szeretnének odavinni, akkor egy nagy sakkozás megy az óvodákból, hogy ki az, akiket föl szeretnének venni. Óvodák mindig megpróbálják megoldani, ezt tavaly voltunk mi is forgatni egy ilyen óvodavezetői megbeszélésen, de ugye sokszor ezt nem is biztos, hogy meg tudják, vagy tudják vállalni, vagy az óvoda közelebb van a munkahelyhez. Tehát ez is nagyon nehéz, hogy nem biztos, hogy föl tudják venni, és nem azért, mert gonoszak az óvodavezetők, hanem hiszen hál' Istennek olyan sok gyerek van. Így van, hát ugye mindig vannak egyedi esetek, és nyilván ez nem tömegesen jelentkezik, hogy valaki nem a körzetes óvodába akarja a gyermekét iratni, de azért van szép számmal ilyen. Hozzánk is jönnek ilyen kérések. Még a nagyobbik gyerek ott kezdte, mert akkor még ott laktak mondjuk, vagy akkor még nem volt ilyen létszám probléma, és felvették. Akkor nyilván adja magát, hogy a kisebbik is oda menjen. Vagy tényleg a munkahelyhez közelebb van, praktikusabb abba az óvodába vinni, nem a lakóhely szerinti óvodába. Ezeket az egyedi problémákat megpróbáljuk kezelni, de azért tényleg a létszámtól fog függni, hogy mennyire tudunk belemenni ebbe az egyedi, ezekbe az egyedi történetekbe. Arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogy ugye amit szerkesztő úr is mondott, hogy módosultak a körzethatárok, ez már tavaly megtörtént, az önkormányzat tavaly módosította ezeket, viszont némi adminisztratív hiba miatt a honlapunkon most nem olyan régen, talán pár hete került módosításra. Tehát mindenképpen nézzék meg azt, hogy a honlapunkon, hogy már az új szerint most már az van fönt, tehát most már a helyes körzethatárok, körzetek vannak fent, hogy az szerint melyik óvodához tartozik az a kisgyerek, illetve az óvodákban is ki lesz függesztve természetesen. Úgyhogy hát mi is izgatottan várjuk egyébként, hogy mi lesz, hogyan lesz, mennyi gyereket fognak beiratni. Mindig azt mondjuk, hogy ez nagy problémát jelent az önkormányzatnak, hogy ezt meg tudja oldani, de hát ennél jobb problémánk sose legyen, mint hogy megfelelő számú gyermek van a városban. Az óvodákba járva gyakran jönünk forgatni, meg például voltunk ilyen óvodavezetői munkacsoport, vagy óvodavezetői, igen, munkacsoport, ez 15 éve működik, tehát bármelyik óvodát megnézzük, mindenhol magas szakmai színvonalon működnek, hol nemzetiségi oktatás van, hol más, de mindenhol fontos a környezetvédelem, tehát azt hiszem, hogy az óvodák között minőségi különbség nagyon nincsen. Egy-egy településen előfordul, hogy azért választanak óvodát, mert ott több úgymond plusz szolgáltatás nyújt, de én azt hiszem, hogy a városban ilyen probléma nincs egyik óvodával se, hisz mindegyik magas színvonalon működik, tehát azt hiszem, attól nem kell tartani, hogy itt kevesebb programot szerveznek, vagy ott nagyobb a zöld terület, mert mindegyik óvodának azért van hatalmas udvara, játékok, stb. Tehát ilyen probléma azt hiszem nincs itt a városban. Így van, a szakmai munka az, azt mondhatom, hogy kiváló mindegyik óvodában. Tényleg nem lehet különbséget tenni igazából, tehát a szülők bátran adhatják bármelyik óvodába a gyermeküket, megfelelő színvonalú, hát oktatásnak nevezzük, nevelésben, nevelésnek inkább nevelésben részesülnek a gyermekek, tehát ettől nem kell tartani. Nyilván vannak egyéb szimpátiabeli motivációk a szülőkben, de az biztos, hogy nyugodt szívvel én is bármelyik oldalba bemenném adni a gyermekemet, mert tényleg nagyon magas szintű munka folyik, mindenhol, mind a vezető óvónők, mind az óvónői állomány kiváló. Úgyhogy jó helyzetben vagyunk. Hát a zöld felületre visszatérve valóban azért nem olyan rossz a helyzet, de például mondjuk ha a Majroki óvodát vesszük, ugye ahol oda települők száma a legnagyobb volt, mert ott lakóparkok épültek, a körzete is úgy módosult, hogy sokkal többen laknak ott, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt,
ott az egyik oka annak, hogy nem tudunk bővíteni, pontosan az, hogy kicsi az udvar. Tehát ezt a jelenlegi létszámot még... Hát a park ott van, igen, de hát ugye... Tehát nem bővíteni, persze, sajnos ugye a jogszabályok ugye a kerítésen... Igen, nem a gyerekek szempontjából gondoltam azt, hogy végül is azért szerint azt lehet használni, de ugye a bővítés azért nem lehet, mert ott az udvar viszonylag kicsi, az Ostermayerban sem túl nagy, de valóban a többi helyen ott nincsen probléma. És tényleg egy fél szóval elhangzott a Hildegard óvoda, az is nagyon fontos, hogy van a városban egy keresztény óvoda. Hát egyrészt mindenképpen fontos az, hogy legyen egy olyan alternatíva a szülők részére, akik úgy gondolják, hogy már óvodában a vallásos nevelést szeretnék elkezdeni. Másrészt pedig, hát mondjuk ki, hogy azért vesz le a város válláról elég komoly terheket az, hogy a Hildegard óvodába is talán kettő, vagy lehet, hogy három csoport is tud indulni. Most ezt megmondom, hogy szintén nem tudom megmondani, hogy a szeptemberi tanévtől mennyit tudnak felvenni, hány gyermeket tudnak felvenni, de mindenképpen ott is nagyon színvonalas nevelés folyik, és a városnak is fontos, hogy vannak mindenféle szempontból, mind a nevelési oldalról, mind pedig létszám oldalról. Ha megnézzük a város szerkezetét, akkor itt a városközpontban, ugye a panelok között, ahol ugye volt a 60-as, 70-es, 80-as években egy lakosság növelő szerepe, akkor ugye itt van a Vackor óvoda, a Kékcinke óvoda, illetve az Őzikés óvoda. Városrészenként is vannak óvodák, de mostanában ugye inkább a Mofém telepi rész, tehát a Lurkóvár fejlődött, illetve hát a Majoroki rész, Majoroki óvoda. Ugye minden évben, vagy ilyen 10-20 évente van egy, 30 évente van egy város fejlődés, ahol fiatalok költöznek be, és akkor utána az a rész, hát hogy csúnyán fogalmazok, előregedik. Tehát így aztán elég nehéz lehet úgy tervezni, hogy most építsenek-e óvodát, vagy hol bővítsenek óvodát, hisz a városnak 15 évente áthelyeződik a, hogy így mondjam, az óvodás súlypontja, vagy az iskolai súlypontja, még ha nem is nagy a város, de igen, mondjuk azért elég hosszú. Tehát ugye így azért elég nehéz lehet fejleszteni. De akár ezt nézhetjük az iskolákra is, és most tankerület ide, tankerület oda. Tehát azért, ha akármelyik iskolát nézzük, hogy hol érdemes bővíteni most, melyik az, amelyiknek a színvonala, vagy egyébként megmondjuk, hogy itt volt a Bartók iskola, az mégis megszűnt, abból lett két iskola, de az alsó tagozat került oda, tehát hogy itt fejleszteni, ott fejleszteni, tehát ez biztos, hogy nem lehet egy egyszerű dolog. Érdemes egyébként bővíteni, vagy hogy érdemes bővíteni hosszú távon, hisz egy ilyen beruházás nem egy évre szól, hanem 15-20 évre. Igen, hát pont ezért tényleg nehéz kérdés, és valóban eltolódáson a városrészek között korábban valóban ugye a Mofém telepet hozta fel példának, ugye itt történt egy óriási nagy változás a Lajta lakóparka. Tehát az jelentős létszám változást jelentett a Mofém telepen, ugye a Lurkóvár körzetében, a Fekete iskola körzetében, és ugye ehhez igazodnunk kell mindenképpen. Ezért történtek egyébként körzethatármódosítások is, mert az önkormányzatnak az egyik legfontosabb eszköze az, hogy a körzethatárokat megpróbáljon módosítani, és hát ahhoz azért viszonylag keményen kell tartani magunkat. Ugye a legelején a beszélgetésnek céloztam rá, hogy vannak persze egyedi esetek, de az első legfontosabb dolog az, hogy a körzethatárokhoz tartani kell az intézményvezetőknek magukat. Gyászlónak címkártyát érdemes vinni, és hát némi türelmet is, mert biztos, hogy vannak olyan időpontok, amikor többen járnak, jelentkeznek, és hát ezeket az adminisztratív dolgokat meg kell tenni. Így van, tehát tényleg nagy számban várható akkor, hogy a szülők megjelennek az iskolákban és az óvodákban. Tényleg türelem az mindenképpen szükséges hozzá, megfelelő papírokat mind szülői, mind a gyermek oldaláról vinni kell, és érdemes azért előtte tájékozódni, akár az óvodában, akár az iskolában, vagy a honlapunkon, ahol a legfontosabb információk fönt vannak. Azért tényleg egy hálás teher az, hogy itt 7-7,5-8 óvodában a gondját, baját kell, illetve az oktatás az iskolai részén magára venni. Most várjuk, a napokban jelennek meg a népszámlálási adatok. Mi várható? Mennyire tud még fejlődni Moson-Magyaróvár? Mennyire lesznek munkahelyek egy kicsit távolabb nézve, hiszen az is fontos, hogy mennyire tudunk még tovább menni, vagy felszívni, vagy várható ez a boomnak, vagy vége lesz egyszer, vagy az elkövetkezendő 5-10 évben még maradhatunk ilyen fiatalos település, és ez lesz a gond. Vannak előrejelzések, hogy hiszen az önkormányzatnak hosszabb távon is gondolkodnia kell. Igen. Hát ugye Moson-Magyaróvár az mindenképpen befogadó városnak nevezhető. Ugye eleve nőtt a lakosság száma hivatalosan is, tehát olyan 32 000 környékén van most Moson-Magyaróvár, volt ez 30 is,
tehát a hivatalos lakosságszám is emelkedett, illetve van egy olyan hát becsült szám, ami hát most vagy igaz, vagy nem, de az biztos, hogy jelentős számban élnek Moson-Magyaróváron olyanok, akik nincsenek bejelentkezve, tehát hivatalosan nem tudunk róluk, de itt laknak és vagy helyben dolgoznak, vagy Ausztriában. Lényeg az, hogy innen indulnak minden reggel. Ez olyan 6-8 ezerre tehető. Tehát körülbelül 38-40 ezer fő az, aki Moson-Magyaróváron él. Most ha azt nézzük, hogy azért az a 6-8 ezer, aki nem hivatalosan él itt, az valószínűleg nem családdal. Ott várható az, hogyha itt megtalálja az egzisztenciáját, olyan stabil munkahelyet talál, akkor a családját is egy idő után hozza. Tehát nagy valószínűséggel Moson-Magyaróváron inkább növekedésre lehet még számítani. Nagyban hozzájárulhat ehhez, ennek a módosulásához, vagy ennek a befolyásolásához az, hogy a keleti országrészben milyen megoldásokat sikerült találni, hogy ott megtartani a lakosságot, ott helyben munkát adni nekik. Ha az sikerül, akkor nyilván ez a folyamat megáll, ha nem, akkor talán inkább erősödni fog. És talán itt a hivatalossággal kapcsolatban érdemes azt is a szülőknek figyelembe venni, hogy jelentsék át magukat lakcím szerint. Nem? Tehát, hogyha most akár a városon belül átköltöztek, mert lehet, hogy egy kellemetlen szituációba kerülnek pont amiatt, mert mondjuk korábban Mosonban laktak, átköltöztek Majorokba, szeretnék közelbe iratni a gyermeküket, de mondjuk mosoni cím van, és át kellene irányítani hivatalosan, és lehet, hogy meg fogják oldani, vagy valószínűleg meg fogják oldani az óvodavezetők, hogy ebből probléma ne legyen, csak lehet, hogy hosszabb adminisztratív feladatok lesznek. Tehát azért talán ilyen szempontból sem biztos, hogy baj, hogy a következetes állampolgárok vagyunk, hogy 8 napon belül valóban átjelentjük magunkat. Így van, ez nagyon fontos. Ugye hát mindig akkor derül ki, hogy lejárt a jogosítványunk, amikor a rendőr igazoltat, meg akkor derül ki, hogy lejárt a személyigazolvány, meg a lakcímkártya, amikor valami hivatalos ügyet akarunk intézni. Ezért tényleg fontos az, hogy mondjuk a szülőktől elköltöztünk, akkor jelentsük át az új lakcímünket, mert tényleg ilyenkor lehet probléma, hogy hát nem fogják fölvenni a gyereket abba az óvodába, ahol lakunk, vagy akkor gyorsan rohanni kell a lakmányirodába, hogy a új lakcímkártyát elkészítsük. Tehát ezeket valóban érdemes megnézni otthon, elővenni az igazolványokat, hogy akkor rendben vannak-e. Hát reméljük, hogy továbbra is tudunk olyan szomorú műsort készíteni idézőjelben, hogy ez a legnagyobb, egyik nagy problémája a városnak, hogy a gyermekeket hogy tudja elhelyezni. Az óvodákban, oktatási intézményekben a polgármester úrnak köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves köszönöm nézőinknek is. Pedig a figyelmet, nézzék továbbra is a Moson-Magyaróvári Városi Televízió műsorát. Viszontlátásra!